A Magyar Rektori Konferencia képviselői keresték fel a Nyíregyházi Egyetem vezetőit azzal a céllal, hogy fogadjanak egy több mint 20 fős brazil delegációt. A 700 ezer diákot tömörítő Abruem szervezete tavaly döntött úgy, hogy 2018-ban Magyarországot választják egy szakmai túra célországaként. A látogatás célja, hogy megfigyeljék a magyar felsőoktatási intézmények működését. Hoztak egy olyan döntést maga a testület, hogy szeretnének a magyarországi felsőoktatási intézményekkel szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Ez oktatási, kutatási téren együttműködés, hallgatócsere, oktatócsere programoknak az előkészítő látogatása, tehát egy közös, kölcsönös ismerkedés és a jövőbeni együttműködésnek a megtalálása. A brazil delegáció két héten keresztül járta a magyar városokat és azok felsőoktatási intézményeit. Összesen 14 iskolát látogattak, utolsó vidékiként a Nyíregyházi Egyetemet. Egy gyönyörű országot ismertünk meg az út során, mindenki nagyon kedves és vendégszerető volt. Biztos vagyok benne, hogy azokkal az egyetemekkel, amelyeket végiglátogattunk, hosszú távú, nagyon gyümölcsöző együttműködést tudunk majd kialakítani. Ennek része lehet majd, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretein belül akár brazil hallgató is érkezzen Nyíregyházára. Az egyetem ezzel is bővíteni a nemzetközi kapcsolatrendszerét.